ügyekről címmel. Önné a szó, képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A járvány továbbra is intenzíven terjed, és a harmadik hulláma Európa szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. Azonban a válság ellenére sem térhettünk vissza a segélyalapú gazdálkodáshoz, ahogyan eddig is a munkaalapú gazdaság ösvényén kell, hogy tovább haladjunk. Ezért az elkövetkezendő időszaknak a gazdaság újraindításáról kell szólnia. A lépcsőzetes újraindítást első fokozatát azt tette levetővé, hogy már meghaladtuk a 2,5 millió beoltottat, a mai napon a 2,6 millió beoltottat. A koronavírus okozta minden kihívás ellenére az elmúlt évek fegyelmezett és szigorú államháztartási gazdálkodása lehetővé tette, hogy a koronavírus járvány kezelése közben nem hárult költségvetési akadálya az emberéletek megvédésének és a gazdaság újraindításának. A koronavírus okozta válságra a kormány aként válaszolt, hogy célzottá tette a segítségnyújtást. Annak érdekében, hogy a legsérülékenyebb ágazatok, különösen a turizmus és vendéglátás megfelelő támogatást kapjon. A kormány február elején meghirdette a gazdaság újraindítási akciótervet, amelynek keretében újabb és újabb intézkedésekkel kívánja segíteni a bajba jutott családokat és vállalkozásokat. Első körben már 6000 milliárd forint gazdaságfejlesztési forrás felhasználásáról döntött. Az akcióterv részeként fontos kiemelni az új hitelkonstrukció bevezetését a koronavírus járvány miatt bajba jutott kis- és középvállalkozásoknak, amelyek 10 évre 10 millió forint erejéig kamatmentes kölcsönt vehetnek igénybe, ennek törlesztését csak 3 év után kell elkezdeni. Ez a 10 millió forintos kamatmentes gyors kölcsön a legsérülékenyebb kis- és középvállalkozásoknak segít. Szintén az akcióterv része és kiemelten fontos része a hitelmoratórium meghosszabbítása 2021. június 30-áig. A hitelmoratórium sok százezer magyar családnak segít és jelent segítséget. A kormány tavalyi évvégi döntése értelmében továbbra is mindenki, magánszemély, háztartás, cég, egyéni vállalkozó jogosult lesz az eredeti feltételek mentén a hiteltörlesztési moratóriumra. A vállalkozások közül 987 ezer vállalkozó volt jogosult, közülük közel 500 000 vállalkozás élt a hitelmoratórium lehetőségével. A magyar emberek munkából akarnak megélni, ezt bizonyítja az is, hogy a tavalyi visszaesést követően ismét 4,5 milliónál többen dolgoznak Magyarországon, ezért az egyik legfontosabb feladat a járványügyi készültségben is a munkahelyek megőrzése. Eddig több mint 155 ezer munkavállaló után igényeltek ágazati bértámogatást a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került szektorokban működő cégek. Eddig mindegy 25 ezer cég igényelte az ágazati bértámogatást. Immár az áprilisi bérekre is igényelhető a munkáltatói járulékot továbbra sem kell megfizetni az érintett dolgozók után. A programban a támogatott munkavállaló bérének felét térítik meg a mindenkori minimálbér másfélszereséig. Az állam a járulékokat is elengedi, így a munkabér mintegy kétharmadát fedezi a vállalkozások talpon maradása, az álláshelyek megőrzése, a képzett szakemberek megtartása érdekében. A támogatottak közül 57%-a a vendéglátás, több mint 14%-a a szálláshelyszolgáltatás nemzetgazdasági ágazatában dolgozik. Szintén fontos üzenet a koronavírus elleni küzdelem mellett, hogy folytatódik a Magyar Falu program is. Újabb kategóriákban adhatják be pályázataikat a kistelepülési helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházközösségek és civil szervezetek. A nemzeti konzultációban résztvevő több százezer magyar álláspontja is az, hogy lépcsőzetesen kell újraindítani az országot és a gazdaságot. A gazdaság újraindítása mellett most minden erőnket az oltásra kell összpontosítanunk. A kormány a szakemberek javaslatai alapján hozta meg a döntését. Ha az ellenzék javaslatait követnénk, sokkal kevesebb beoltott lenne a Magyarországon, ráadásul a baloldali pártok azonnali nyitást követeltek a harmadik hullám idején, most pedig az újraindítás miatt kritizálnak. Fölösleges tagadni az ellenzéknek, hogy oltás ellenes kampányt vitt, vagy oltás ellenes hangulatot keltett, vagy hogy támadta az engedélyező hatóságok döntéseit.
Ahogyan a vírussal szembeni védekezés az oltás, ugyanúgy csak a felelősségteljes politizálás nyilatkozatainkért tett felelősségteljes és következetes magatartás lehet az irányadó. Haladunk tovább a gazdaság újraindításában és az oltásokban, hogy a magyar emberek minél előbb visszakaphassák a vírus előtti életüket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony.